felső tagozatokat végül mégsem nyitja meg hétfőtől a kormány, ezt Orbán Viktor jelentette be. Közben az MSZP azt javasolja, hogy 2 héttel halasszák el a teljes iskolanyitást. A párt szerint akkor lehet a járvány lecsendesedéséről beszélni, ha az egészségügy a kapacitásai döntő részét már nem a fertőzöttek kezelésére fordítja, hanem a halasztható műtéteket is képes elvégezni. Vendégünk Kunhalmi Ágnes. Kunhalmi Ágnes, a Magyar Szocialista Párt társelnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kezdjük ott, hogy ugye a felsőtagozatosok nem mehetnek hétfőtől, ezt bejelentette a kormány. Ez a része rendben van? Ezzel egyetért? Igen, egyetértek. Tehát azért az látszik, hogy muszáj volt a miniszterelnöknek megváltoztatni a döntését, a társadalmi nyomás is. Igen, ez a mikroport. Ez a mikroport volt, elnézést. Igen, azt mondják a kollégáim, hogy attól még halljuk-e a hangját, és hogyha igen, akkor ezt mi? Akkor gondolom hallanak. Halljuk. Akkor én ezt így az ölembe. Jó, tegye az ölébe. Oké. Okay. Szóval. Tehát, hogy a társadalmi nyomás ott tartott. Társadalmi nyomásra cselekedett a miniszterelnök, hiszen nagyon kötötte az ebet a karóhoz, nagyon ki akarta 19-én nyitni, de a közhangulat is megváltozott. Az esetszámok nem csökkentek olyan nagy mértékben, ahogy egyébként ezt ő megjósolhatta. És azt, ez nem tekinthető kapitulációnak, tehát valószínűleg az egy államférfiúi magatartás, hogy az ember figyeli a tendenciákat, és hogyha azt mondja, hogy annak ellenére, hogy én így terveztem, nem jött el az idő, akkor változtatok rá. Természetesen mindenki úgy ítéli meg, ahogy akarja, de azért azt látni kell, hogy a miniszterelnök visszajött abból is, hogy érettségi hagyományos legyen, vagy ne legyen hagyományos. Ugye a Magyar Szocialista Párt javasolta tavaly is, és idén is, hogy nem hagyományos éven vannak túl a hallgatók. Ezért ne legyen hagyományos az érettségi, itt is megváltoztatta egyébként a miniszterelnök, aztán megváltoztatta a miniszterelnök a véleményét a felső tagozatosoknál, és én ezt jó dolognak tartom, hogy tud korrigálni, és azt is jó dolognak tartom, hogy hallgatott a józan eszére. Én magam azt követeltem, és az MSZP, hogy 2 héttel tolják el az általános iskoláknak a... Mi az aggodalom velük kapcsolatban? Ja, és most igen, a felső tagozatnál. Igen, oké, a felső tagozat, ezek szerint azt mondja, hogy a miniszterelnök jól döntött. Mi az aggodalmuk az alsó tagozatosokkal kapcsolatban? Igazából én azt mondom, hogy tulajdonképpen ez már egy vállalhatóbb dolog, mint a korábbi döntés volt itt. Itt azért több mint 1,5 millió és 1,7 millió embernek a bemozgatása az az igazi döntő probléma. Tehát én nagyon sajnáltam azt, amikor szembeállították a pedagógusokat, akár a miniszterelnök önmagával, hogy ő már másnap dolgozott, és hogy ne nyafogjanak a pedagógusok, nagyon sarkosan fogalmazva. Azért ez nem így működik, de nem is ezt hangsúlyozták a szakszervezeti vezetők, hogy ez a bizonyos immunitás mikor fog kialakulni, hanem túl nagy mennyiségű gyermek van és pedagógus, akinek a hirtelen bemozgatása egy egyébként valamilyen nehezen is kezelt, de kezelt vírussal kapcsolatban újra belobbanthatja, és ez a döntő félelme mindenkinek, a szülőknek, a gyerekeknek, hogy újra belobbanhat a vírus, továbbá hazavihetik a gyerekek a szülőknek, mert hogy nem tart még ott az átoltottság Magyarországon, hogy a szülők többsége be lenne oltva. Tehát az a probléma, attól félnek, hogy az iskola az önmagában egy zárt közeget teremt, ilyen a jellege, ugye? Tehát ott félnek attól, hogy a gyerekek összezárva vannak, nem tudják a távolságot úgy tartani, és hazaviszik a szülőknek, de ez még mindig jobb, mint az eredeti álláspontja a miniszterelnöknek, hogy akkor cakkumpak mindent kinyitunk. Igen, azt mondják, hogy adjon Orbán Viktor garanciát, de hogy tudna egy ilyen dologra? Tehát nyilván a veszély, amiről beszél, az egy létező veszély, ezt senki nem gondolhatja hát másként. De hát komoly ember erre nem mondhatja azt, hogy garantálom, hogy senki. Hát a közleményemben azért fogalmaztam így, mert hogy persze, hogy nem lehet. Hát pont ezért nem szabadna meglépni ezeket az intézkedéseket, és ezért örülök, hogy amikor jeleztem én magam is 2 nappal ezelőtt az ATV Start című műsorában, a közleményben újra kértem, hogy gondolja át a miniszterelnök, mert túl nagy tömeget bemozgatni nagyon veszélyes, az ő általa hangsúlyozott eredményeket is nagyon gyorsan fölülírhatja ez, hogyha rosszul dönt. Hát részben ezek szerint átgondolta. És átgondolta, tehát helyes volt a szakszervezeteknek is a követelése, és helyes volt a mi, és hát természetesen a demokratikus ellenzék követelése is. Itt azért most jelezném, ha figyel a miniszterelnök és az oktatási kormányzat, hogy vannak egyéb dolgok is. Egyrészt az érettségizők beoltását azt meg kellene tenni. Tehát ő rájuk vár egy nagyon nagy megmérettetés, ez járványügyi szempontból kockázatos, tehát az rendben van, hogy csak írásbeli lesz, de mindig is hangsúlyoztuk, hogy nagyon szigorú járványügyi szabályok mellett, és ha már most már van vakcina, akkor be kellene oltani az érettségizőket. Tehát ezt követeli, és szeretném kérni az oktatási kormányzatot és a miniszterelnököt is, hogy tegye meg. Van egy hamis biztonság a fiatalokban, én ezt szülőként is tapasztalom.
ugye a vírusnak az első éve az arról szólt, hogy ezt rájuk nem veszélyes, vagy hát egészen enyhe tünetekkel megy át rajtuk. Ma már tudjuk, hogy nem így van, de azért az elmúlt hónapokban ők mégiscsak azt hallották, hogy hát az idősebbek a veszélyeztetett korosztály. Sajnos a harmadik hullám beköszöntével és a mutánsok megjelenésével teljesen megváltozott a helyzet Magyarországon. Olyan szinten a fiatalokra és az ifjú korosztályra is rámegy a vírus, a Heimpál gyermekkórház tele van. Azt azért szeretném mondani, és ezért is kérjük, hogy az érettségizőknek muszáj lesz érettségizni, úgyhogy minél, ha megkapják már az első oltást, az is valamit, legalább valamit tud védeni. De szeretnék még kérni az oktatási kormányzattól. Azért lehet azt látni, hogy ez az év nem volt hagyományos, nagyon nagy mértékben lemaradtak a hallgatók, ezt minden szakszervezet és minden pedagógus tudja, hogy nagyon nehéz, főleg az általános iskolásokat online oktatni, az alsó tagozatosokat, pici, első és másodikos gyerekeket meg lényegében lehetetlen, szakmai alapon mondom ezt. Már most kezdje el a felzárkóztató programok elkészítését az oktatási kormányzat. Ne nyáron, ne ősszel, most kezdje el előkészíteni, most csinálja meg azokat az egyébként a pedagógusok számára időben elérhető felzárkóztató tananyagokat, kereteket és minden egyéb segédeszközzel szakmailag, hogy tudjanak készülni, mert iszonyat terheket ró a pedagógusokra az, hogy online kell csinálni, a szülőkre is nagyon nagy terhet ró, és még azt a halmozott lemaradást behozni, ami van, tehát ez a év szakmailag elment, de ki kell mondani. Tehát ezt mindenki látja. Itt az oktatási kormányzatnak óriási felelőssége van abban, hogy elengedi a pedagógusok kezét, és azt mondja, hogy ti megkaptátok az oltást, most már oldjátok ezt meg, ezt így nem lehet. Tehát mindent adjon meg segítségként az oktatási kormányzat, és a felzárkóztató anyagokat azonnal kezdj el kidolgozni, hogy minél hamarabb megkapják, mert az ősz itt lesz egy perc alatt. Tehát az őszre már gondolnunk kell, aki egy kicsit tovább lát az orránál az oktatásban, és azt tudja, hogy micsoda teher rá hárul majd. Most, hogyha én jól értékelem, elkezdett kampányolni amellett, hogy az érettségizők kapják meg az oltást. Van-e, vagy tapasztal-e nyitott füleket ebben a kérdésben kormányzat? Nézze, én pár órával ezelőttig még nem gondoltam, hogy a miniszterelnök egy picit jobb belátásra tudja bírni bárki, úgyhogy én abban bízom, hogy ez is a józan paraszti ész azt fogja mondatni vele, hogy beoltom az érettségizőket, mert az ifjú korosztály fontos, van vakcina az országban, úgyhogy sőt arra kellene inkább rámenni, vagy arra kellene igazából hangsúlyt fektetni, így van, hogy egyre többen oltakozzanak Magyarországon, mert pont Pulai András volt előttem a vendég, és a Publikus Intézet hozott ki egy olyan kutatást, ahol világosan látszódik az, hogy 59, majdnem 60% az ellenzéknek oltáspárti, tehát oltatni szeretné magát, az MSZP szavazói megdöbbentően magas, 84%, aki azt mondja, hogy igenis be kell oltatni magát, és be is oltatja magát, mindeközben a Fidesz szavazóinak csak 51%-a. Tehát itt azt látom, hogy az ország fele, majdnem a fel, a jobboldali szavazók valami miatt nem akarják oltani magukat, miközben minket vádolnak azzal, hogy lebeszéljük az embereket az oltásra, akkor engedje meg, hogy azt megtegyem, de azt kérem a jobboldali szavazóktól, ha egy picit is fontos nekik az egész nemzetnek az egészségi állapota, és közös felelősségünk van a társadalomért, én azt kérem a Fidesz-KDNP szavazóit, hogy oltassák be magukat, mert ez közös nemzeti ügyünk, és ha egy picit számít egy szocialista politikusnak a véleménye egyáltalán a jobb oldalon, akkor hallgassanak rám, és hallgassanak ránk, oltakozzanak, mert ennélkül nem fogunk soha megszabadulni a vírustól. Jelentős pillanat, Kunhalmi Ágnes az Egyenes Beszéd stúdiójában bíztatja oltakozásra a Fidesz-KDNP szavazóit. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Rövid reklámszünetet iktatunk most be, utána folytatódik a műsor, számítok a figyelmükre.